Két borász, az Egri Besenyei Viktor és a Móri Miklós Csaba csapatainak barátságos mérkőzései zajlottak csütörtök este. A játékosok 15 nyert pontig tartó meccset játszottak. Kis Kristóf már egy éve fallabdázik, és ő is kipróbálta magát ezen a versenyen, aki elmondta, miért is szereti ezt a sportot. Igazából nagyon-nagyon mert, amikor Bence elkezdett járni a tesóm, nagyon megtetszett, és utána direkt beirattam magam. A szervezők már csütörtöktől egri borokkal, street food ételekkel, koncertekkel, családi programokkal várják az érdeklődőket a dobótéren. A cél, hogy közelebb hozzák a fallabda sportágat az emberekhez, mondta Gulyás István, az Egri Squash SE alelnöke. Mindenképpen egy olyat szerettünk volna a 30. évfordulóra, ami túlhalad az eddigieken, és leginkább a nemzetközi színvonalhoz hasonlít, hogy próbáljuk meg a fallabdát újra pozícionálni és eladni mindazoknak, akik nem ismerik, és népszerűbbé tenni. Ez volt a fő célunk. Péntek este fiatal titánok, tehát a gyerekek játszanak, valamint a nagy nevek, a magyar legendák tartanak bemutató mérkőzést. A legjobb 8 női és férfi játékos május 26-án szombaton mérkőzik meg a dobótéren, vasárnap pedig a döntőket tartják az Üvegfalu pályán.